Gattalak, úgyhogy nagyon szépen köszönjük az előadást. A... É, még itt, hát hogy megzavarjam továbbra is az előadást, mint ez, hogy átadtam a prezentet. Akkor ezt egy ilyen, Igen. hogy is mondják, stafétabotként átvettem, Igen, és majd Igen. továbbadom a következő előadónak természetesen. Az egy jó hír azért visszautalva a Gergő előadására, hogy azért chatbotok remélhetőleg még egy darabig a Duma Színház előadóit nem tudják majd helyettesíteni, de ez egy következő verzió lesz, hogy eljutunk odáig is, hogy nem csak az ügyfélszolgálat lesz kihagyható, hanem hanem egészen más előadók is lehetnek már chatbot formájában. Na jó, nem viccelődök tovább, igazából arra szerettem volna utalni, hogy a tartalom az hogyan változott, azt mi magunk is láttuk, hogy milyen újfajta megoldások jelentek meg. A média fogyasztó az kevésbé változott pandémia hatására, azonban ő is megváltozott, ő is több időt töltött, máshol tölti ezt az időt, más dolgokat keres, és Arról beszéltünk ideig, hogy ez a közvetlen kapcsolat létrejöhet-e egymás között, sok esetben létrejöhet, de mégis szükség van még a tartalom terjesztőire is, hogy ez a hármas egység, ez hogyan találkozik, és hogyan, uh, hol van létjogosultsága minden szereplőnek. Schneider Hendrik évek óta nagyon jó előadásokkal készül, úgyhogy azt gondolom, hogy most is így érdemes rá figyelni, kíváncsian várjuk, és átadom neked a stafétabotot. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek, sziasztok! A, az előadás címének halálpontos találkozások ezt adtuk Cserme Jákos konferenciai azgató urral, és arról beszéltünk vele, hogy a konferenciának az első napja mindig nagyon jó alkalom arra, hogy egy lépést tegyünk hátra, és annyi minden történik az elmúlt egy-két évben, a normál piaci trendek miatt is a médiavilágba, és egyébként a Covid válság miatt is a médiavilágba, hogy egy picit, picit tegyük meg, hogy egy lépést hátra, és nézzük meg egy nagyobb ciklusban, hogy a fő szereplőknek a médiafogyasztónak, nézőnek, hallgatónak, a terjesztőnek és a médiaszolgáltatónak az erőviszonyai szerepei hogyan változnak, és ez hogyan hat a piaci trendekre, ebbe esetleg a COVID-az valamennyire belezavar -e, vagy nem, vagy hogyan történik, és merre tart ez a világ ebből a szempontból. Ugye ez a fő három szereplő, akit most vizsgálni fogok, hát az időnk véges. De nagyon sok járulékos szereplő van még ezen a piacon. Le beszélhetnénk még a reklámozókról, akiknek nagyon-nagyon fontos szerepe van abban, hogy hogyan mozog a pénz, merre mozog a pénz. Nagyon fontos szerepe van az eszközinnovátoroknak, hiszen az nagyon nagy mértékben befolyásolja a digitális médiafogyasztást. De, de koncentráljunk most erre a háromra, hiszen alapvetően ők azok, akik nagyon nagy mértékben mozgatják a piaci folyamatokat. Mi határozza meg ennek a háromnak az alapvető erősségét, és utána nézzünk meg Hány, nagy ciklusú, tényleg itt évtizedes ciklusokra gondolok, erőviszony átrendeződést. A médiafogyasztóknak ugye nagyon nagy fontos uh, szerepe, hogy, hogy fogyasztják a tartalmakat, tehát minél több választási lehetőségük van, annál nagyobb az erejük, hiszen annál nagyobb versenyt generálnak maguk körül. Nagyon-nagyon fontos az árak és fizetőképességek arányának az alakulása, hiszen megfizethetetlen választéknak nem lesz vevője. És nagyon-nagyon fontos a demográfia, ugye általában, ha média Fogyasztóról beszélünk, egy teljes társadalmi demográfiát nézünk, de jól tudjuk, hogy különböző médium különböző demográfiát vonz, amely különbözőképpen hasznosítható, akár erőfizetéses, akár reklám szempontból. Tehát ezek a fő erőviszonyok. A média médiaterjesztőknél mennyire helyettesíthető számára, nagyon-nagyon fontos, hogy mennyire könnyen tehető ki egy háztartásból, vagy ha vezeték nélküli szolgáltatásról beszélünk, a zsebekből, mennyire könnyen cserélhető, mennyire széles a spektruma, tehát mennyire kötődik az ügyfél hozzá, ugye aki egy szolgáltatást ad, vagy aki négy vagy öt szolgáltatást szolgáltatástól egészen másképp tud kötődni egy ügyfélhez, illetve a hatékonyság és a minőség a hosszú távú lojalitás kiépítése az ügyféle szintén egy nagyon-nagyon fontos erőtényező. A média médiaszolgáltatóknál nézettség, tudok-e olyan tartalmakat gyűjteni vagy előállítani, ami valójában bevonza a nézőket. A zsáner, erről majd fogunk beszélni, és egyébként nagyon-nagyon érdekes, hogy pont a COVID válság kapcsán nagyon jól megmutatkozik a különböző zsánereknek a fontossága, tehát hogy milyen zsánerbe aktív, ez az erőviszonyokat meghatározza, illetve a saját gyártás felemelkedett, mint egy nagyon-nagyon fontos önálló erőtényező, hiszen nagyon sokan nem csak agregálni szeretnének, ezen a piacon nagyon sok agregációs pont van egyébként, hanem hozzáadni értéket, és a saját médiaszolgáltatási márkát, Alapvetően gyártott termékmárkákkal kiegészíteni. Menjünk egy picit vissza az időbe, picit jó sokat, sok évtizedet. A legelején, amit én ugye a hőskorszakon belül is egy aranykalitka helyzetnek hívok a médiafogyasztók szempontjából, ekkor indult a klasszikus műsorterjesztés műsorszórás. Itt ugye visszamehetnénk 60 évet, de visszamehetünk 30 évet. A lényeg az, hogy nagyon kevés választás van egy nézőnek. Eleinte csak műsorszórásból, akár földfelszíné vagy műholdasból veszi, utána elindulnak a kábelhálózatok kiépítései, ami arról szól, hogy először csak az, az ingyenesen szór csatornákat terjesztik, néhány háztömbön belül, aztán kialakul a klasszikus kábel TV biznisz, de itt viszonylag gyenge a média fogyasztó ereje, de mégis jól érzi magát. Miért érzi jól magát? Mindannyian, akik a, a velem hasonló vagy, vagy picit idősebb generáció bajtok, emlékeztek rá, hogy mondjuk Magyarországon is 30-35 éve, amikor elindult a kábel TV piacnak a fejlődése, mennyire örültünk, hogy nem, nem egy csatorna van, hanem három, nem három húsz, nem 20-26, nem 20 26-30, melyik, melyik újságban találom meg azt a 35 csatornát, amit az én kábel szóváltatomat. Tehát minél több csatorna volt, annál jobban örültünk, holott Miért mondom, hogy gyenge a pozícióm? Nem volt választásom, egy kábel volt a házba, mint mindenkinél épültek ki a szolgáltatások, nem az volt az alapcélja a szolgáltatóknak, hogy mesterségesen egy geográfiai átfedésű versenyt építsenek, hanem az volt az érdekük, hogy mindenki szépen idézőjelben leosztva a területeket, de ez magától működött ez egy természetes piaci folyamat, ez nem egy, nem egy rossz folyamat. Minél több mindenki ez eljusson, ezért mindenki szépen a saját kis berkein belül építette ki ezeket. Tehát a médiafogyasztó erejeit gyenge, Választása nem nagyon van, publikálni nem nagyon tud, közvetlen média szolgáltató elérése nincsen, de mégis boldog, hiszen olyan dolgokat kap, amit előtte egyelőtte sosem látott és örül. A médiaterjesztő ugye ennek a komplementere nagyon, nagyon nagy ö, ö, ereje van, hiszen ő az, aki szót tudja ezt szolgáltatni, vagy megveszed, vagy nem veszed. Úgyhogy innentől kezdve ez a világ, és itt mondom, itt az évtizedek előtt, előtti világról beszélünk, itt a média terjesztőknek szintén az aranykora arany volt, nagyon nagy Magyarországon is több ezer kis kábel tv cég működött. A média szolgáltatók egy köztes szerepe vannak, nagyon fontosak, hiszen mi a manúnak venne valaki kábel előfizetést, ha nincsen menet csatorna. Ugyanakkor azért a média terjesztőkkel nekik is meg kellett állapodni ahhoz, hogy ezek a terjesztések jól működjenek, és egyre több csatornát tudtak indítani. Nagyon sok mindentől függ az ereje, de azt mondom, hogy egy ilyen közepes, jó pozícióban voltak a média szolgáltatók ahogy a digitális média elkezdi átalakítani, és itt most már előreugrunk 10-15 évet, tehát próbálom, hogy gyertek, ugorjatok velem előre, jó sokat álljon át az agyunk erre, hogyan változik ez a történet? A médiafogyasztók ereje elkezd nőni. Ugye pont az erőviszonyokból, amiket az elején levezettem, miért nő a médiafogyasztónak az ereje? Egyre több választása van, hiszen már nincsen hozzákötve azokhoz a szolgáltatási infrastruktúrákhoz, amelyek egyediek, hanem tud az akár az interneten keresztül is másfajta forrásokból is találni, tehát le tudja tenni sok helyre a voksát, és a figyelem gazdaságban, és erre még többször vissza fogok térni, ugye két fontos faktor van a figyelem, ugye néző, amennyi időt fogyaszt arra az adott médiumra, és az hogyan konvertálható üzletre. Ez aprózódik, de innentől kezdve felértékelődik, hiszen versenyt generál ez a fajta széleskörű elérés. Ezzel együtt a terjesztők ereje csökken, nem csökken le nagyon, de annyiban igen, hogy, hogy ugye a választások kapcsán Szerencséjük, hogy az internetszolgáltatás és a klasszikus médiaterjesztési szolgáltatás infrastruktúrája nagyon sokban hasonlít, ugye a telefoniából meg a kábel tv bizniszből megyünk át az internetbe. Ez egy erőt ad, de gyakorlatilag ilyen szempontból ők az internetszolgáltatás szolgáltatás piacán már csak egy cső. Nem is véletlen, hogy akár nemzetközi, akár magyar viszonylatban is nézzük. Öt a 15-20 évvel ezelőtti időszak volt a legerősebb összekapcsolódási része az infrastruktúra szolgáltatóknak és média szolgáltatóknak, amelyet szabályozásilag is hozzá kellett nyúlni, hogy a terjesztők ezzel próbálták, akik egyébként egy nagyságrendel nagyobb vállalatok, mint a legnagyobb média szolgáltatók, a saját pozíciójukat visszaerősíteni, hiszen ez csúszott ki a kezükből, és ez a média szolgáltatókat erősíti, nagyon sokat beszélünk róla, az OTT-nek mi az egyik legnagyobb ereje, hát definíciójában benne van. Szétválasztódik az infrastruktúra és a médiaszolgáltatás. Tehát gyakorlatilag, ha valakinek van egy internete, a médiaszolgáltató közvetlenül el tudja érni a nézőt vagy a fogyasztót, anélkül, hogy további köztes szereplőre vagy funkcióra szüksége lenne. És, és, bizonyos képességeket ki kell építsen. ez neki nagy változás, hiszen akkor már számláznia kell, ügyfélszolgálatokat kell fenntartson, tehát nagyon-nagyon sok mindent változtatnia kell a médiaszolgáltatónak, de át tudja ugorni a terjesztőt, tehát ő ezzel egy picit erőt kap, nem is véletlen ez az a korszak, az a, ahol arról beszélünk, hogy a tartalom a király, tehát innentől kezdve a médiaszolgáltatók kezdenek egy nagyon nagy erősödésbe. Ugye ez az a trend, ahol jön egy olyan piaci esemény, egy olyan fekete hattyú esemény, ahogy nagyon sokszor említjük, egy Black Swan event, amire senki nem számított, Covid krízis. Akkor minden ilyen krízisnél a legfontosabb kérdés, hogy hogyan hat a piaci szereplőkre, és ezek a hatások ideiglenesek-e, ugye megint most itt kizumoltunk egy nagy évtizedes távlatba, csak egy, mint a tőzsdén, hogy egy ilyen pitty lemegy az árfolyam, visszamegy az árfolyam, és visszaáll a világ majd, vagy most is már valamennyire is majd, vagy pedig a trendeket erősíti, csökkenti, vagy ne Isten megfordítja egy ilyen krízis helyzet. Mi történik a médiafogyasztókkal? Sok mindent hallottatok már a mai előadásokból. Ha nem láttátok, nézzétek vissza, rendkívül sok érdekeség volt és lesz is. Beszorult a négy fal közé, stressz helyzetben van, anyagi bizonytalanság. Alapvetően nagyon sok szempontból azok a médiafogyasztási, vagy a tartalomfogyasztási dolgai, ami háztartáson kívül van, azok kezdenek csökkenni annak a lehetőségei, elkezdett és utána pedig ráadásul nem is biztos, hogy annyira, annyira most pluszköltekezésbe akar belemenni. Ez ugye változik háztartásról háztartásra az egyes helyzetek, de ezek mind megjelennek, mint témák. A médiaterjesztőknél logisztikai nehézségek vannak, hálózati terhelés, otthon dolgozik, otthon tanul, nagyon felrobbannak a használatok, akár a vezeték nélküli, akár a vezetékes hálózatokon. Van egy pozitív hatás is, alacsony a bevándorlás, hiszen az emberek nem szívesen engednek be egy ilyen járványhelyzetbe szerelőt azért, hogy leszereljen, felszereljen, közben ki tudja hogy nem tudom, egy hétig nincsen internet, a gyereknek tanulni kéne, nekem be kell vízni a meetingre, hogy a manóba cseréljem le ezt az internetet. Sehogy, sehogy, nem kockáztatok. A tévére meg szükségünk van, hát ebben a sejszerzetben nincs más, csak este leülünk, azt nézzük a tévét. Tehát, hogy, hogy, persze, hogy, hogy alapvetően egy alacsonyabb bevándorlást tapasztalunk. A médiaszolgáltatók esetén reklámcsökkenés, zsáner, megint a zsáner, amit említettem, a sportjogok körüli mizéria, mi történik. Rengeteg sporteseményen elmarad, de hát és, és éppen ezért a fogyasztók is kevesebbet fizetnek. Ugye a sportcsatot, Hogy nem? Miért nem? Mert a, ahogy a terjesztő nem fizessen, a, nem tud kevesebbet fizetni a média mert a média nem tud engedni a terjesztőnek. Miért? Mert a média szolgáltatónak szerződése van azokkal a, lig, a jogkezelőkkel, akiknek a ligákkal, akiknek a játékosokkal. Ezek a szerződések nincsenek erre felkészítve, hogy egy ilyen fekete hatyú esemény végig fusson a rendszer odáig, hogy a fogyasztó ne fizesse ki azt az eseményt, ami meg se történt, holott egyébként az árakban eredetileg benne lett volna. Nincs a rendszer felkészítve ezekre a dolgokra. Ezek nagyon-nagyon fontos következmények a jövőre nézve. Illetve vannak gyártási nehézségek, az miért olyan fontos, hiszen tudjuk, hogy a saját gyártás az erőpozíciónak az egyik fontos eleme. Ha gyártási nehézségeim vannak, csökken az a lehetőségem, hogy saját gyártást csináljak, ezáltal veszélyeztethet az erőviszonyom. Tehát ezek, ezek ebbe az időszakban mindenképpen megjelentek. Mi a fontos? nagyon sokszor belemegyünk ebbe a, ebbe a, napi kérdésbe, hogy, hogy ó, oké, úristen járvány, ezért nem tudom én. Igen, ez nagyon fontos, nagyon-nagyon súlyos probléma volt, és nagyon hálások lehetünk mindazoknak, akik egyébként küzdöttek nap mint nap azért, hogy ezen a járványon túlessünk, túl és ezúton is köszönet természetesen elsősorban az egészségügyi dolgozóknak. De gyakorlatilag üzletileg nézve itt rengeteg olyan hatás van, ami, ami szépen lassan ki fog fázisolódni. Megváltozott az életünk, kevesebbet vagyunk autóban, vannak olyan médiumok, tudjuk jól, megint milyen változások maradhatnak meg. Rádió, podcastok nagyon-nagyon függenek attól, hogy mennyi időt törtünk autóban. Ezek lecsökkentek az idők, ezek az idők vissza fognak, vissza fognak állni. Lehet, hogy mivel a maga a munkapiac is átalakul, lehet, hogy kevesebb mértékű időt fogunk autóba tölteni, mint mondjuk három éve, de vissza fog ez valamennyire állni, és ez, 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 ez alapvetően nem egy trendfordító esemény, csak egy nagyon súlyos, krízis helyzet ebben a két évben. De mit látunk? Egy nagyon érdekes piaci externália, a munkaerőpiac átalakulása, amit a COVID nagyon nagy mértékben át tud alakítani, főleg multinacionális környezetben, kevesebbet kell bemenni, elég már csak naponta majd, vagy hetente három napot bemenni, és kettő napot otthonról lehet mondjuk dolgozni, ez, ez kezd standardé válni, ez visszahat a médiapiacra azáltal, hogy az autóba keveset időt töltve az autótól függő médiák hallgatottsága, vagy az, az csökken, ugye autóban azért elsősorban inkább ö, csak hanggal kapcsolatos médiafogyasztásról beszéltünk, ne tévézzetek autóba. A, a másik oldalon nézve, a médiaszolgáltatóknál a sportjogok mizériája például az mert ez egy jó példa, az lehet egy trendfordító, mert következő alkalommal már senki nem mondhatja, hogy ez egy sosem látott esemény volt, de ez sok év lesz, de ez egy sok éves trendhatása lehet annak, hogy beépüljön a játékosok szerződésébe, a klubok szerződésébe, a ligák szerződésébe, a jogkezelők szerződésébe, a médiaszolgáltatók szerződésébe, a terjesztői szerződésekbe, és ezáltal fog eljutni ez, ha majd öt év múlva ne, ne, legyen ilyen, de ha öt év múlva lenne megint egy ilyen krízis helyzet, már másképp kezelni a piac. Ez például egy trendváltoztató dolog. A reklámköltés az nagy valószínűséggel helyre fog állni, ott nem arról van szó, hogy akkor most örökre elmentek ezek a pénzek, hanem részben már ugye vissza is mozog, de, de nem alapvető átrendezésről van szó. A gyártási nehézségek megoldódnak. Tehát vannak olyan dolgok, amelyek nem rendszerű változást okoznak, és vannak olyanok, amikre igenis oda kell figyelnünk, hogy rendszerű változást okozhatnak. Tehát most már értjük és tudjuk, hogy évtizedes táblatokból nézve nő a nézőnek, a fogyasztónak az ereje, csökken egy picit a terjesztőnek az ereje, és nő a médiaszolgáltatónak az ereje. Ezt, a trendet változtatja meg rövid távon a Covid, ahol mindenkire valamennyire negatívan hat, de elkezdenek visszarendeződni ezek az irányok. Hova is tartunk akkor? Tehát mik azok a jelek? Senki nyilván, senki nem tudja megmondani, hogy pontosan hova tartunk. Én sem azt mondom, hogy egy tökéletes kristálygömbben nézve én most megmondom, hogy hol leszünk 5 év múlva. Én azt tudom megmondani, és mindenkinek ezt javaslom, hogy milyen jelekre érdemes figyelni, amelyek megmutatják, hogy valamelyik piaci szereplő erősödni fog. Miért? Fontos ez. Nagyon egyszerűen azért, hiszen a piacok legtöbbségében az egyensúlyi helyzeteket keresik, de nem szeretnek ott maradni. Kiegyenlítődés és utána valamelyik szereplő nagyon szeretné megkaparintani a, a, a az erőt fölényt megint, és nem mindegy, hogy melyik az a szereplő, aki ezt meg fogja kapni. Mi erősítheti hosszú távon? Milyen jelek vannak arra, hogy hosszú távon a médiafogyasztó erősödik? Tehát mik annak a jelei? Kortkáting. Ha Magyarországon is az a fajta klasszikus kábel szolgáltatás lemondás, ne agyisten statisztikailag kimutathatóan működik, és itt megint éves távratokról beszélünk, akkor erre oda kell figyelni. Én nem állítom, hogy lejjen lesz, nem állítom, hogy nem lesz, én azt állítom, hogy ezt figyelni kell, és, nem állítom, és abban biztos vagyok, hogy mind, amikor ezekben az exponenciális változásokban vagyunk, a közepében nagyon nehéz észrevenni. Folyamatosan monitorozni kell ezeket a számokat. A figyelem további osztódása várható. A bezártságban nagyon sokan felismertek és megtaláltak olyan új fogyasztási módokat, amelyek nem biztos, hogy vissza fognak rendeződni, tehát egy fennmaradó, trendszerű változást okoznak. Jó kérdés lehet ilyen szempontból például a mozinak a hosszútávú helyzete. Nem tudtunk moziba menni másfél-két évig. Mi történik most? Az emberek kiszabadulva a bezártságból rohannak a moziba? Vagy azt mondják, hogy hát tulajdonképpen hát, úgy megoldottuk nélküle, akkor nem megyünk. Ne nehéz megmondani, de ezek nagyon-nagyon fontos, és Másfél-két év alatt mérhető folyamatok lesznek, de alapvető trendváltozást okozhatnak, például akár a média liszenszerés világában, hogyha a mozi, mint olyan, megváltozik fogyasztási szempontból. Illetve új platformok megjelenése, ami azt gondolom, hogy most talán kevésbé jellemző, hiszen kevésbé volt, a tartalom innovációra pénz, és sokkal inkább gyakorlatilag a túlérésre játszott mindenki, de ez is egy fontos dolog lehet. A médiaterjesztők szempontjából a piaci koncentráció nyilvánvalóan a piaci erő azzal nő, ha koncentrálódik. A piaci szereplők elérték már Magyarországon is azokat a méreteket, amelyeket a szabályozás megenged, de rendkívül sok kreatív módon, hálózatbérletekkel, egyéb mindenféle módon igyekeznek a piaci méretüket attól még növelni, ahogy, ahogy, az előadásra elején kezdtem, több ezer kábelszolgáltatóból, ma már csak néhány tucatnyiról beszélünk. A TV unbundling, amit én így hívtam, ami azt jelenti, hogy elválhat-e a kábel és piacon az infrastruktúra és a szolgáltatás úgy, ahogy az OTT-ben megvolt, vagy a telefoniában leátszódott, ezt senki nem gondolta. Ez egy nagyon nehéz technológiai is nehezen megvalósítható. Szintén nem mondom, hogy ez bekövetkezik, de folyamatos szabályozási kérdés. Szét kell -e választani a kábel TV szolgáltatásnál, amely jelenleg teljes mértékig összefonódik az infrastruktúra és a tartalom, szétválasztható -e ez a kettő, illetve az új technológiák alkalmazásával Magyarországon is örömteli, hogy sokan a terjesztők közül innoválnak, de ezzel szétfragmentálódik a piac, ezért bármelyik médiaszolgáltató, aki egy innovatív, interaktív tévét akar ma Magyarországon indítani, legkevésbé a terjesztőkhöz fog fordulni, hiszen minden egyes nagy szolgáltatónál önálló olyan fejlesztéseket kell csináljon, amelyek fragmentált platformokon nem éri meg, megcsinálja mobilon neten, hagyja manóba a manóba terjesztői platformokat. Tehát, Valóban értékké lehet-e kovácsolni az új technológiákat ebben a fragmentált technológiai piacon? Ez lesz a médiaterjesztőknek a nagy kihívása. A médiaszolgáltatói oldalon csatornák számának változása növekedésre én azt gondolom, hogy senki nem számít, itt lehet, hogy csökkenés lesz, lehet, hogy felvásárlások lesznek, tehát ez a fajta átalakulás. Mérési rendszerek modernizációja lesz még ma szóróla és ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés a következő években, meg az előző években is. Ez a konvergens digitális médiában hogyan megy az átalakulás, és a közvetlen fogyasztói elérésben mennyire tudnak a médiaszolgáltatók még tovább erősödni, akarnak-e, akarják -e átvenni a médiaterjesztőnek azt a szerepét, hogy számlázók, ügyfélkapcsolat, tudják-e nagyon-nagyon fontos jelzések. Tehát ezek azok, amelyekre érdemes figyelni, és én nagyon remélem, hogy tudtam olyan szempontokat adni, amelyek a napi, tényleg nagyon fontos napi kérdéseken kívül egy ilyen hosszabb távú, rendszerű gondolkodásban is láthatóvá teszik ezt a piacot. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen, Herik! Megint nagyon fontos volt köszönjük. és jó volt, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy előrevetítetted a jövő legfontosabb kérdéseit. És azért is vagyok ezekért nagyon hálás, mert részben jövőre vissza tudunk rá térni, hogy hol tartunk, illetve már azt tudom ígérni, hogy ma délután ezeket, amit a Henrik most itt elővetített, vagy felvetített mindannyiunknak, ezeket meg fogom kérdezni, mert tényleg nagyon fontos, hogy mi az, ami itt marad velünk a továbbiakban is, hogyan változnak meg ezek a szokások, és mi az, amire még várnunk kell. Viszont évek óta várunk valamire, aminek ma itt a első hivatalos bemutatója lesz. Egy kicsit hagy hájpoljam, hagy mondja ennél hangosabban, hiszen Cserme Jákos is beszélt már reggel a felvezetőben arról, hogy vajon mi a fontos az adatvetítés, vagy az adatvezérlés. Talán emlékeztek, emlékeznek arra, hogy évek óta az a legfontosabb kérdés, hogy miközben a digitális eszközök által pontosan minden mérhetővé vált, minden rögzíthetővé vált, mindent lehet tudni a fogyasztóról, de eddig nem használtuk ezeket az adatokat megfelelő módon. A Vélt vagy a mért adatban hiszel, ez volt Ákosnak a provokatív kérdése, és ma nagyon remélem, hogy választ kapunk erre, hogy miben érdemes hinni a tartalomfogyasztást, csak egységesen jól mérni, és milyen lesz, ha már tudjuk, hogy tényleg mi, mi, ki, mit, és mennyi ideig fogyaszt. Úgyhogy következzen a megoldás mindenre, Ambruster Géza a Gémiusztól és Hantosi Bálinta a Scores Group-tól mutatja be nekünk ezt az új módszert.